Srácok, srácok, nem menjünk már dolgozni. Inkább biliárdozzunk. Az sokkal jobb. És a Szariári családnak is sokkal jobb, hogy mi biliárdozunk. De legfőképpen az én egészségemnek a legjobb, hogy mi itt biliárdozunk, és megint nem én végzem el a munka a legnagyobb részét, és ti pedig nem csátok semmit. Szóval biliárdozzunk, vagy várjunk, nem kell nekünk itt szivar, meg gyémánt. Amúgy is. A mi szívünk alapból már egy nagy giant. Giant. Giant, nem giant. Giant. Giant, nem? Inkább menjen el ő dolgozni, nem? Vagy ő. Ő, mert ő nagyon ilyen... Bocsánat, csak éppen hányuk nagyon ilyen beresznek tűnik. Na, sziasztok, sziasztok, Norbi vagyok, és megint dolgozunk a Salieri családnak, de lehet, hogy már utoljára. De... Na, Sarah vacsorára invitálta meg. Jó van azért. Remélem, hogy jól szolgál az egészséged, Luigi-kám. Egyébként lehet, hogy most találkozunk utoljára, Luigi-kám. Szóval ölelés, ölelés, ölel. Ölel! Ölelés. Na, nincs ölelés. Lehet, hogy a lányodat se fogod látni sokáig, meg a unokádat. Sokáig, hát lehet, hogy sohase. Most már, ugye, tanúvédelmi program, meg minden, de jó van. Oké. Okay. Hol menjünk ki? Menjünk akkor itt ki. És akkor menjünk el a kikötőbe. Először felnézek. Az előző küldetés nagyon-nagyon tetszett, és nagyon sajnálom, hogy ilyen recsegve érzékelte a hangomat a mikrofon. Nem tudom miért, egyébként egyszer jó, egyszer nem. Reméljük, hogy már nem lesz ilyen. Most megint teszteltem, néztem, most jó volt előbb. Figyeltek. Ne haragudjatok. Sajnos ez most így történt, így alakult. És este van? Úgy látom, este van. Ez már alapból egy változat, alapból már megváltozott a dolog, mivel nem este volt az eredetiben, mikor mentünk a kikötőbe. És ugye az eredetiben nem is mondta el Szaliára, hogy gyémántok vannak a ládákba. Azért megyünk a szivarok között. Hát ezek 30 óta ezt csinálják. Hogy így, nem tudom, dobálják a gyöngyöket, vagy golyókat. Ez nagyon jó. Nekünk biztos segít. Hát Ráfikám, lehet, hogy most találkozunk utoljára. Jó voltál, nagyon jó voltál itt a remake-be is. Na, valószínűleg Ráf is el fog itt költözni. Nem itt fog most már aludni. Hát, ideje volt már, én azt mondom. A rókát nem adom vissza. Már ne haragudj. És akkor... hát gondolom most munkás embernek álcázunk magunkat. Vinnie-től nem nagyon kéne fegyvert kérni. De azért bemegyünk. Azt mondja, take whatever you need. Hát akkor csak lesz fegyver. De látjátok, milyen a játék? Azért nem mondaná, hogy itt lehet fegyvert. Nem mondta azt, hogy menjünk Vinnie-től, Vinnie-hez kérjünk fegyvert, hogy mondta? Akkor bocsánat, mondta. Akkor én voltam hülye. Ezt eltesszük, zsebre vágjuk, lefektetjük, megfektetjük. Jó van, értjük, értjük. Papapapa, rapapa. És akkor megyünk. Mindenki bent van? Nem, hogy egyszer elvinnénk Ráfit is küldetésre. Customs Impound. Ez mi? Fast Travel? Mi a fasz? Would you relax? You're making me nervous playing around with your piece like that. Sorry. Just got a lot on my mind. Vannak problémák. I'd have figured there wasn't enough room up there. Go ahead and laugh, assholes. You guys are done. How do you think I got plans? But you're wrong. Nagy tervei vannak. Yeah, big plans.
és nem az a terve, hogy manökennek álljon és egy striptease báró táncoljon. Bankot akar rabolni? Ó, már hónapok óta ezen dolgozik. Salieri's the goddamn difference, you nitwit. The Don sent us to steal these cigars. Ain't no way he sanctions a bank job. Well, then we don't tell him. You want to step out on the Don? Hát figyeljetek, mi már csináltunk szarságot, azzal, hogy Franken nem öltünk meg, most Póli akar szarságot csinálni. We can cut him in after we make the score. He'll be bent, sure. But he won't stay mad once he gets his share. I don't know, Polly. Yeah, I fucking know. You do what you want. I won't say nothing. Yeah, I owe you that much. Azt mondja, bármit csinálunk, ő nem fog szólni. He finds out you're going behind his back, you'll be planted right next to Morello. De aztán Salieri megtudja, lesz már. Lesz már, ajjajjaj. He's right, Polly. Bring it to the Don, or let it go. Elmondod Donnak, vagy engedd el. Tudod, érdekelt Adél is, Larry go. De nem igaz, hogy ilyen keveset keresünk, hogy Paulinak ennyire szükség lenne a pénzre. Azt mondja, hogy józan, meg minden. Először a sofőrt kell egy kicsit azt mondani, hogy állj már meg, mert kéne a kocsi. Szóval megállunk. Hát már megálltunk. Tiri, 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 tiri. Bogárkocsival mentünk? Azzal, nem? Sziasztok, srácok! Nem itt van a... Dehogy nem itt volt a Central Rail Station. Jól van. Custom Trucks-ot kell keresnünk. Vagy Rókár Ralfinak. Mondj, menjünk a kikötő felé. Biztos több járkál. Itt ének idején. Knights. Knights Club. Hogy ment már? Kicsit amúgy kába vagyok így a valóságban, mert tegnap is egyfolytában majdnem esett az eső, ma is esik egyfolytában az eső, és egy kicsit már ráment a hangulatomra, egy kicsit elég kába vagyok, szédülök is, de attól függetlenül még szerintem meg tudom húzni a ravaszt. Nem is erre van kikötő. Jó van. Jó, mondom. Lesznek itt nem bajok. Úgy veszem észre. Menjünk mondjuk akkor itt le. Egyből rácsapok amúgy. Hoppá! Hoppá! Na, látjátok, nem is kell lopni. Mármint úgy érte, hogy úgy érte lopni, hogy embert kiráncigálni. Visszük a... Már megint a szín. Hát komolyan mondom, hogy nem tudom, mint... Mindig a farmra viszik a cuccot, hogy mi a picsa farmokra. Megvan a custom trucks. Mi a fasz? Várjatok már? Azt mondja, nem jó. Lehet azért, mert tele van pakolva. Nézd, ez nincs megpakolva. Ezen még egy gombos tű sincs. Nézzétek csak meg. De nem jó. Find and steal a custom truck. Custom truck. Az milyen? Már lassan már majd videót kell megnézni. Most felhívni a tudakozót. Hát milyen az a Custom Trucks itt a maffiába, uram, hölgyem. Nyikorogjál! Ahhoz értesz? Nem
Nem, ez a bogárkocsi, nem? Nem, na mindegy. Custom truck. Lehet akkor ilyen kicsit kell, nem? Ugye megnézzük. Volt valami mentés, szóval lehet. Jó, achievement pontot értünk el. Amúgy komolyan ki van jelölve, hogy honnan kell ellopni a cuccot? Ott a térkép. Mi a fasz? Lehet, hogy most mutatott valamit a térkép. Akkor ilyet kell ellopni? Find a custom trucks. Mi a picsa? De olyan nagyot kell ellopni, nem? Ja, ilyet! Aha. Mit szállítam úgy? Semmit. Ez pont jó lesz. Köszönöm, Ráfi, hogy ilyenekre megtanítottál. Köszönöm. És akkor menjünk vissza a szemhez, és pórioz. Jaj, ez mindjárt szétesik amúgy. Hallod? Én kiugrok, ha már szétesik. Nem baj. Ilyen esős időben, mint amilyen most esős idő van. Hogyha megállnának itt a kapu előtt egy ilyennel, és azt mondanák, hogy mit tudjam én, el akarsz menni a boltba? Azt mondanám, jó van, akkor vigyél el a boltba, mert ilyenkor nem jó biciklivel és gyalog sétálgatni. Azt, ez szét fog esni amúgy, de jó van. Majd jönnek majd a kukások, majd minden, meg a hajléktalanokat, majd összeszedik. Majd van vas, azt simán beleteszik majd a szüttyőjükbe. Az is hogy hajt amúgy ez a kis kocsival? Komolyan mondom, itt valaki itt szerzett magának egy kocsit, vett magának egy kocsit, itt szerintem kihajtotta a lelkét a kocsinak, nem számított, hogy hol járkál, meg hol nem járkál ezekbe az időkbe. Azaz, van kocsim, de jó, hajtsunk úgy, mint az állat. Melyik a fék? Na, mindegy, megérkeztünk. Az olyan, mintha Sam mellettünk beszélt volna, pedig nem. Ők is jönnek? Daisy, most nem én. Tényleg amúgy mindent megváltoztattak, nem úgy van, mint az eredetiben. Mondjuk ezzel nincs is baj, szerintem. És nem fognak szerintetek észrevenni a kikötőbe? Hát figyeljetek, addig, amíg nem kell megint ilyen páncélkocsikat lőni Thompsonnal, addig én itt jól el vagyok. Run in a place. Melegednek a bátyuskák. Szépen. Na most mi van? Most nem szabad elkiabálni magunkat. Kedves biztonsági őr, iratkozzon fel a csatornára. Köszönöm. A kalapom amúgy kilátszik, kilóg, de nem baj. Látjátok, itt a Federal Customs Impoundba jöttünk. Magyarul, ez a kikötő? Nem is figyeltem amúgy, lehet ez a kikötő most. Emlékezeteimben ez a hely még úgy veszem észre tisztán él. Hoppá. Hoppá. Hoppá, Gangnam Style. Gangnam Style. Mindjárt jön fel a nap. Ez a gyönyörű, nem tudom most milyen... Ó, szeptember 30.
Vagy... Várjál, szeptember 30 nap, és akkor október 1-i nap. És akkor megint ilyen ládapakolgatós vagyok? Cameron Cigars. Jó van, aztán a szivar, remélem a szivar azért normális álltom majd szívni, nem kell majd izé megint eldobni azt is. Ugye ezt direkt nekünk tették ide. Na majd a Tomit fel tud ugrani rá, erre is. Get into the import building. Immediately. Azt nem mondom. 1-es, 2-es. Gunfire will raise the alarm. Nem lövöldözünk. No. No, no, no. Szépe átsiklunk. Milyen szellemek vagyunk most. Ajaj. Ajaj. Itt erre. Hece. Hece. Hece, hece. Laca, faca. Ó, ez pont erre jön. Majd kitalálunk valamit. Majd szépen megfordul. Újjaj! A fedezékem! De mit akar ez tőlem itt? Hú! Ez veszélyes volt. Veszélyes biznisz. Ott nem lehet fel átmenni? Hogyha! Ez pont erre néz. De szívás lesz. Bazd meg! Elbasztam. Nos mi, itt ilyen jól fizetnek, hogy a munkások itt minden, itt a betolakodó szétverik? Itt ilyen jól fizetnek? Hát biztos, ezek szerint. Fúbbal meg. Ah, tudnék aludni egy egész héten keresztül. Hát ilyen esős időben én is. Azt tuti. Gyors, gyors, jó van. Ne! Ne! A polgár Jenő hivatal! Mit akarsz te? Mi a? Mi van? Ennyire nem vagy elfáradva, hogy pakolod itt a ládákat, azt mondja, neked áll feljebb? Ennyire bírod? Hozni kellett volna a baseball-t. Pi! Na, itt vannak a szivarok. Viszont akkor itt már ezen kívül nincs semmi. Ah, nem, csak egy pár munkás ember. Oké. Okay. See you in the morning, when you come and get into warehouse and check the rest of the boxes. Aha. Most mi legyen? Meghalt egyik James Bond lány. Most olvastam újságban. Na, nem ez a lényeg. Itt mindenki fáradt. Hát azért verekednek. Fáradtak? Ilyen jól bírják? Akkor itt szerintem itt állás önéletrajzban le kell írni azt, hogy Terminátor vagyok, és úgy veszik fel az embereket. Szerintem. Na, akkor elvileg ők lentebb vannak. Ott valami csávot mozog. Már láttam. Az nem lesz nekünk jó. Olvasunk, ABC, ablak, zsiráf, ott van, ez nem tudom mi volt, nem, ez semmi sem volt. Itt pedig Tommaso Moretti. Moretti, no nem itt most, nem vágom, hogy kicsit ő. Őt sem ismerem. Ezért mondtam, hogy előző részben, hogy nem kell sokáig hajléktalanoskodni, mert jön a háború. Szépen. Ujjaj. De jó, hogy pont a másik... Nem áll, de ne fuss már ennyire. Hülye. Tomikám, mi van már megint?
Úgy van. Nem is a lámpafénynél olvastunk, hanem a sötétben. Hát már milyen ügyes gyerekek vagyunk. Figyeljetek, van itt minden. Csak szivar nincs. Bassza meg, hát ez pont... ez jól előtt. Szerintem ez pont pöcsönten állt. Found him. Megkerestek engem? Amúgy. Found him. Én... szó se tudok jutni ilyenkor már. Na, akkor. Oké. Akkor itt lent már nincs semmi. Ugye? Úgy dolgozzatok, hogy mindjárt világháború. Jaj! Hú! Na, ugye itt még nem voltunk. Az mi? Nem veszük elő valamiket? Ja, így el tudjuk olvasni láthatatlanban? Érdekes. Szerintem is. Ez egy írógép. A Wordnek a papája. Na, látjátok, ott van világosba. Felemelni, és full sötétbe olvassa. Mert Tommy okos. Salieri család esze. Agya. The crates are in the warehouse. Warehouse, az vagy te. Warehouse, the crates are in the sector D2. Oké. Okay. Akkor át kell mennünk egy másik warehouse-ba. Úgy van. Jaj, ki az a bácsi? Én kimásznék az ablakon. Valószínűleg sem. Ha rajtam múlna, ott egy kis krapek. Nincs semmi. Csak egy béka. Nem úgy, nem krutyol. Krutty. Ötször nem álltam intézni, egyedül van. Az meg, észrevett a másik. Amúgy remélem nem a nyaka roppant, azért nem akarom megölni a munkást. Így olyan fáradt. Látjátok, milyen fáradt? Négy ütésből le tudna ütni. Annyira fáradt. Azért be topzódik, tele vannak erővel. Amúgy nyomom a altot, nehogy azt higgyétek, hogy nem, de jó van. Nincs ezzel baj. Nem tudom, szerintetek túlélte? Nem tudom, ez durva volt. Csalamádé. Na, oké. Amúgy ti tudnátok így felmenni a lépcsőn? Így. Mert én biztos, hogy nem úgy behalna a térdem, ahogy csak be tudna halni. Place is a huge. De nekem miért nem adtak amúgy munkásruhát? Ez olyan fasság, hogy nekem itt bujkálni kell. Ha lebukok, akkor vége a melónak. De ez nem tudom, ez hogy gondolta Pólis és Szem. Ezt szerintem sehogy. Amúgy azért nyújtotta a karját valakinek, mert tudjátok, volt az a régi kristálnót, hogy nyújt a kezed, félek, nélküled már elveszítlek majd. Vagy nem tudom, hogy volt az a szöveg. Szerintem megvan. A detektív magazin. Nem, baj, de ott volt a detektív magazin. Nem?
Tommy. Thomas Angelo. Te vagy az, Margo. Hát nem hiszem el, az asszony még a munkahelyen is kísért. Tűrűtű. De már ez hogy? Tűrűtű. Na? Bú! 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 Most ő jön. És akkor bú! Ennyi. Kész. És most nem hallják itt a háttérben, hogy itt valakik verekednek. Ah, ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, hogy mit csinálsz közben? Az idősebbek hamarabb abba hagyhatják, ez az, torna. Kismama torna. Van meg. Őt kifingatom. Hey! Krisztál, nyújtsd a karom, kezed félek. De mi a picsának vannak üres ládák itt? Nem értem. Júj. Itt mennyi ember van? Ő úgy látom, hogy csak úgy így nem tudom, mit csinálhatott. Pont most fordul meg. Nem baj. Még épp időben. Hú. Gyagya. Meg azt nem lövöldözéssel is meg tudtuk volna csinálni, de... Na, na, na. Nem agresszívoskodunk. Nem. Bullshit. Itt sincs semmi. Semmi. Nem semmi. Semmi. Egy láda, két láda, három láda, négy láda. Jó, hát ez már egyre kínosabb. Szitu. Hagyd nem. Na végre! Na! Huhu, örömtánc, kumbájá! És pont itt vannak Póli és Sam. Nem vágom ezt a küldetést. Mármint így a koncepciót. De legalább segít Sam. Póli az már a bankrablás. Szerintem ő már bankban van. That's the last of them. Let's dangle. I'm not riding in the back again. You're a better wheelman anyway. Just don't drive us into the bay. Pont oda akartam amúgy egyébként. Oda akartam, egy medencébe akartam ezt a teherautót lökni. Lökni? Okay, Tom, got it. De most mi van? Mi van? De valaki rátaparolt a riasztóra, hogy mi a picsa? Ah, Isten, Isten. Hanyas körözés. Gondolom, amúgy mondták a rendőröknek, hogy... Gondolom azért mondták a rendőröknek, hogy ezt a teherautót annyira nem kéne lőni ide a teherautóra, mert azért fontos rakománya van megpakolva. Ez igen. Ez igen. Ezt csak azért csináltam, hogy legyen valami akció. Nincs róka. Ott is levágjuk az utat. Itt végigmegyünk egyenesen. Amúgy lehet most a rendőrök itt konkrétan alszanak. Nem baj. Ezt már szeretem. Akkor nem kell idegeskedni. Itt le tudjuk vágni az utat?
Óvatosan, óvatosan! Vigyázat! Csak kilépsz az utcára. Bazd meg! Ez nem hiányzott. Akkor bármi el tud ütni. Itt felmegyünk. Most megyünk a kis Itália felé. Ha a játék is úgy akarja. Rendevé. Olyan jó, hogy ennyire a 30-as években ilyen sok telefonfülke volt, hogy egyből fel tudták hívni a rendőrséget. Meg hogy ennyire értetek a telefonáláshoz egyébként. Meg hogy mindig volt ilyen apró pénz a zsebükben. Az cool. Azt már szeretem. Ja, annyi karogjál me? Na? Most mi lesz? És akkor, még be kell menni a warehouse-ba. Jó van. Akkor végigmegyünk Chinatown-on. Úgy rövidebb. Nem kell ilyen GPS-ekbe bízni. Where the hell were you back in the compound? We were about to give up. Place was a maze. It's a miracle I found the crates. Most felé, az a célom, hogy felébresztek mindenkit. Ez hülye ötlet volt, hülye terv volt egyébként, mert annyi lett volna az egész, hogyha nekem nem lett uniform is, nem jutott, vagy unikorn is. Ha nem jutott nekem ruha, akkor annyi lett volna az egész, hogy Sam és Póli szépen bemegy, és akkor megtalálják közösen. Nekem nem kell bujkálni civil, ott járkálgat meg minden. Ezt az eredetibe azért jobban megcsinálták. Na mindegy. Megyünk bankot rabolni. Azt várom, hogy tényleg szétessen amúgy. Vagy tényleg ütközni kéne egy benzinkúttal, szerintem Salieri örülne. Na, ezek belemennek a gyémántra benzinkútba, ezek ügyes fiúk. Luigi, ugye? Nem megyünk bele semmibe. Örüljön már, papa. Most nagyon kíváncsi leszek amúgy, hogy lesz a vége ennek a játéknak, hogy így konkrétan egészen máshogy történnek a dolgok azért. Na mindegy. Vagyis nem mindegy, de pum. Na ezt csak így a kicsit feldobjuk már a eseményeket. Hú, bassza meg. Jaj, send some officers. Ubán meg. Na. Szerintem, pont másik irányba megy. Helyes. Ott van egy migráns, amúgy. A tárótól hátuljább egy migráns. Migrántó? Na, végre lesz ennek a körözésnek ma már? Vagy ma még? Vagy nem? Ah, biztos csak téves hívás volt. Nem szabad felnőtt nem szokás a telefon begyárkodni a hölgyem, mondja a rendőrség a rejtés telefonálónak. Ébresztő, kitört a másik világháború. Bazd meg! Nem baj. Lefizetem őket. Apunál van pénz. Szólj, hogyha elfogy. Nem lehet kiszállni a kocsiból. Csak szólok. Mert apunál van pénz. Szólj, hogyha elfogy. Elfogy.
Hát azok Salieri-nek dolgoznak. Én nem láttam semmit. Le van zárva a metrófájára, akkor hogy megyünk a bankba Pólival? Bazd meg anyád! Már elnézést. Hát ez mi volt? Az igen. Megvárt, meg kellett várni, hogy lemenjen a körözés. Ennyire szarul nem vezettem. Nem mondod, nem is gyémánt. Nincsenek is gyémántok, hanem kábítószer van. De nem is tudtam, hogy a Salieri család kábítószerrel is foglalkozik. Hát van. Azt a kurva 30-as években is már azért kábítószerrel foglalkozni. You want us to unload a crate into the warehouse? No, you can take a powder. These morons are gonna take it from here. You sure? What I say? Okay, boss. We'll dangle. Sam, give me a lift back to the bar. Sure, boss. Guys coming? Nah, we'll take the train. Ha fel tudom menni a magas vasúthoz. Szerintem szembe van avatva. Hát most ez kihasználás volt. What Sam says, I'm getting that score. How much you figure? You want in? We're just talking. Családos ember létünkre, bankot akarunk rabolni. Azért Salieri azért jól bánik velünk. Ahhoz képest, hogy most átbaszott egy kicsit. De akkor is. Nem? Especially if he's not cutting us in, and I don't know. I just never want to be in that street again. What street? On my knees, watching some poor skirt burn just because she got in our way. It was the wrong place in the wrong place. Mama, man, is ennyire engem. Mama. I'm telling you, Tom, this is perfect. I wouldn't ask you to come in on this if I didn't think it was our ticket. We'll see. Signing up for the job until I see what's what. If I get pinched, Sarah's done with me. Hát igen, megyek a börtönbe, vagy meghalok. Azért egyedülálló anyáknak, özvegyeknek nem annyira jó itt. Most se, ezekben az években, mint ahogy most se lenne jó, de valamiért. You got a family to look after. I get that. Think about what this could mean for them. Watch it, buddy.
You're treading into enemy territory without a map. Yeah. I don't know what it's like for you going home to your wife and kid. That's why I'm doing this. Who's gonna marry me? Nearly 40 years old and nothing to show for it but my rap sheet. But we do this? Ja, mondja, majdnem 40 éves. Ő is meg szeretne már állapodni. I start to get lazy. Then everything blows up and I gotta knock the rust off or I'm dead. One day I'm fighting to stay awake while the Don's telling us a story about the old days. One I've already heard 100 times and the next day I'm getting shot at. Trying to keep from shitting my pants. It's fucking wearing me out, Tommy. No. Reméljük nagyot halló és tovább tudunk beszélgetni. So you're looking for the big one though. I know it's a snipe hunt. Every little mobster goes to bed dreaming about that last big score. But if we do this thing, I don't know. Might be just enough to get me a little pizzeria or something. Kis pizzázót nyit, hogyha ez sikerül. Menjünk bankot rabolni. Moonlighting. Már itt is vagyunk. No, majd én meg a igazgatóhoz, ott az igazgató. Kis... Úgy néz ki, mint valami komolnyik. Baszd meg, mennyit zabál ez az őr? És... De valami, mit tudom, purinat akarom, egy zsákot húzom el fejünkre, mert megint meglássák, hogy kik vagyunk. Mit számít? Na... Így gondoltam, egy bandana. Oké. Okay. November 3. Hát, srácok. Folytatunk? Folytatom a bankrablással in really soon. Sziasztok, sziasztok, ha tetszett, akkor egy like és kommenteljétek, ha a történéseket adja. Gondoljátok már, mint amit ti gondoltok erre az egészről. Találkozunk legközelebb. Sziasztok, sziasztok, sziasztok. Hi, hi.